kívánok mindenkinek. Üdvözlök mindenkit a gyerkőcöket a neves nap alkalmából, meg különösebben. Szeretném önöknek a nagyon rövid utunk során bemutatni az Óbuda telephelynek az múltját és jelenét. A múltja az úgy kezdődött, hogy 1965-ben a fővárosi közgyűlés eldöntötte, hogy az Észak-Pesti régió tömegközlekedési ellátására egy telephelyet hoz létre, amely a BKV-nak az ötödik telephelye volt. 1970. januárjában át is adták ezt a telephelyet 250 férőhelyes tárolóval, majd ez az igényeket emelékítette ki, 300 darabszámra bővítették, jelenleg 247 darab autóbusz van a telephelyen. A műhelybe érkezve jobb oldalt látják az egyik legkorszerűbb emelős szerkezetünket, egy oldó van rajta éppen fölemelve, illetve ezen kívül 19 szerelőaknás állásban, ahol a fék javítástól kezdve minden egyéb javítást el tudnak végezni. Bal oldalon van egy elkülönített két szerelőaknás állás, itt a gyors szemléket, olajcserét, szőlőcserét, folyadék után töltést végzik el. Bal oldalon kettő darab szürke ajtót látnak, ebből az egyik a fényező műhely, a másik pedig tanműhely, ahol a vállalatnál a fiatalok sajátíthatják el a szakma szépségeit és rejtelmeit. A fényező műhelyben az új szabvány szerint fényezik át a buszokat, az alacsony padlósakat világos képe, a régi magas padlós iparuszokat pedig sötét képe, vagy illetve javítják ki. Jelenleg a tároló téren haladunk, ezen az a szakaszon, ahol most vagyunk, pillanatnyilag a Volvo autóbuszokat tárolják, de természetesen most nincsenek itt, ugyanis tesztvezetésre van lehetőség, és fölhívom a figyelmüket, hogy aki szeretné kipróbálni az autóbuszok vezetését, azok külön regisztrációval szakképzett oktatók mellett ezt megteheti. Bal oldal továbbra is. Ha eltekintenek, a 280-as csuklós autóbuszok vannak, és mögötte pedig a szóló autóbuszok, szintén ikaruszok, illetve a nemrég vásárolt, használt Mercedes Citaro típusú autóbuszok. Egyébként, amikor 1970-ben átadták a telephelyet, akkor a 620-as és 180-as ikaruszokból töltötték föl. Során jobb oldalra eltekintenek, ez a tégla és üvegépület egyfelege, ez az úgynevezett vizsgáló. Ez szigorúan azt jelenti, hogy minden nap, minden jártó, ami a telephelyre beérkezik, ezen a vizsgáló soron kötelezően szerűen keresztül megy, ami azt jelenti, hogy a műhelyben szakképzett szerelők megfelelő visszerezettség mellett a biztonsági berendezéseket, kormánymű, fék, stb. Minden áldott nap átvizsgálják, és a hiba feltárás után döntik el, hogy javítással vagy javítás nélkül vehet másnap részt a forgalomban a gépjármű. Ez mellé párosul még az, hogy a buszokhoz van rendszeresítve egy javítómű, amelyet minden gépkocsi vezető este a munka beállta után, mi végeztére a napi észlelt hibákat köteles beírni. A telephelyen belül úgynevezett garázsgépkocsi vezetők mozgathatják az autóbuszokat. A vizsgáló mögött, ahogy elhaladtunk bal oldalt, ott van a fényező műhely. Bocsánat, mosó sor, én teljesen automatikusan, emberi kézérintése nélkül történik a külső mosás, a belső mosás természetesen továbbra is emberi erővel. A mosó után következik az üzemanyagpult, saját üzemanyagpult rendszere van a telephelynek, itt történik az üzemanyagok alap fertőzés a gépjárműveknek minden nap. Majd vele szemben látták ezt a irodaházat, amely a szíve lelke a telephelyének. Itt van a személyi és
műszaki diszpécser szolgálat, itt vannak az irodák, itt vannak az öltözők, a szociális helyiségek, és a legfelső emeletén pedig a vidékről munkát vállalóknak van egy által berendezett szép munkásszállója. A műhelynek, ahol haladunk a jobb oldalán vannak a raktára, alkatrész raktára, innen látják a szerelőket közvetlen és gyorsan alkatrészeket a gyorsos pontos javítás érdekében. Ahonnan elindultunk és ahol megérkezünk, ez az úgynevezett kis udvar. Ide az éjszaka egy műszak alatt nem javítható járműveket rakják, és a nappalos kollégák utána innen viszik be, illetve hát végzik el rajtuk a szükséges javításokat. Köszönöm, hogy megtiszteltek jelenlétükkel. Köszönöm. Köszönöm.